először én azzal kezdeném, hogy nem régen találkoztam az interneten egy anyaggal. Valójában egy könyvgyűjtemény, tehát egy könyvről van szó, amelyben összegyűjtöttek klinikai halálból visszajött embereket. Ez nem a Moody féle vonal, hanem egy teljesen más. Itt én kiemelnék egy anyagot, ahol azt kell tudni az illetőről, hogy súlyos rákos beteg volt, és ő egy nagyon-nagyon erős tudatossággal készült arra, hogy ő ott a halálnál ott megfigyeli, hogy mi fog történni. Szóval a lényeg az, hogy előre szólt a nővérnek. Ezt ismerem, igen. Ismered ezt az anyagot? Persze, meg ha hallgatják. Jó. Hogy én erről mit gondolok? Hát azt gondolom, hogy ha én a Mahászamádira készülök, akkor lesznek ilyen élményeim, hogy meditációban erre készülök. Tehát ha a létcsikok kinyílnak, akkor azok kinyíltak. Tehát ahogy ezt a Wilber leírja a hetes szinten, ugye, hogy a hetes szinten már az van, hogy elkezdenek a létcsikok kinyílni, eleinte ilyen furcsa érzések, meg ilyen megsejtések, stb. Formájába, de amikor a nyolcasba belépek, akkor az egész univerzum létcsikjait megélem. Tehát akkor ez egy természetes megélés lesz. Az, hogy ő ezt meg tudta csinálni, meg erre készült, az ő sajátos módján eljutott ebbe a tudatállapotba, és ezt ki tudta nyitni, és ott az a tudatállapot tudását át tudta, vissza tudta hozni. Valószínűleg a meghalása ugye egy belső folyamatba futott, és ez a belső folyamat a külső folyamatot, a testét tudta szabályozni. Tehát annak ellenére, hogy ugye őt először azt élték meg, hogy meghalt, és ilyenkor több órán keresztül még nem a korteremből se visszük ki, meg kell figyelni, hogy ugye a jeleket, hogy tényleg meghalt-e, és csak aztán viszik be a hűtőszekrénybe. Tehát ő ezt kérte, hogy maradjon hosszabb ideig, mert ő készül erre, és ezt mint személyes kérést teljesítették. De a belső folyamataiban ő valószínűleg nem ment tovább a halálba, hanem onnan ő visszajött az életbe, és magával hozta ezt a tudatosságot. Na most, ha én egy olyan meditatív állapotba kerülök, ahol leállnak a vegetatív funkcióim, akkor gyakorlatilag, hát ezt sokszor vizsgálták, ugye eltemetik, akár, hát ez bekövetkezik. Tehát én semmi különbséget nem látok ebbe. Ezt azt teszi érdekessé, hogy ott egy gyógyíthatatlan rákbetegség is volt a durva testbe. Na de azt, ami aztán, ahogy visszajött, három hónap múlva meggyógyult. Persze. Hát mert a mélyebb struktúrák hozzák létre. Tehát az egy kivetülés, hogy rákos vagyok. Most ha azt a betegséget létrehozó analógiát én meg tudom halladni, és mögé megyek az egészséges állapotba, akkor onnan visszahozva magamat vissza tudok egészségesnek jönni, amit persze a durva testem követ néhány hónapig, meg ki kell cserélődjenek a sejtek. Vagy ez nem történik meg, akkor tovább pusztít a rák, és belehalok. Tehát logikai szinten azt lehet mondani, hogy mindig azon múlik, hogy én a teremtési analógiákba vissza tudok-e menni a betegséget megelőző állapotig, és abból a teremtési analógiából föl tudom-e építeni az egészségességemet, és nem a betegségem lesz. Természetesen a durva test törvényeit nem lehet fölülírni, a ráksejteknek el kell pusztulni, ki kell cserélődni. Az továbbra is szüksége lesz a gyomrára, a hasnyálmirigyére, a beleire, és az abban lévő áttétek vissza fognak fejlődni, mert nem lesz, ami fönntartsa őket. Tehát az immunrendszer le fogja győzni. Azelőtt azért lett rákja, mert durva testi szinten az immunrendszer alul maradt a küzdelembe. Ha most ezt én meg tudom fordítani, hát akkor megszűnik a rák. Minden nap megszüntetjük a rákunkat, tehát mindannyiunkban ott van a rák, és minden nap az immunrendszerünk győz, amíg nem lesz megfordítva. Én ebben semmi rendkívülit nem látok. Tehát a tudattágításnak az élményei meditatív állapotban azon múlik, hogy te mennyire tudod tágítani a tudatodat. És ő ugye elment létsíkokra, de rengeteg létsíkot nem is élt meg. Tehát az egy sajátos tágulás volt, ami őt végigvitte, és nem a fizikai durva világ szintjén élte meg a létsíkokat. Ezt lehet egyszerűbben gondolni, és akkor nem lesz bonyolult. Azt mondom, hogy a durva testem egy bizonyos rezgésen rezeg.
A durva testemnek az érzékszervei ezt a rezgés síkot érzékelik, fény, hang, stb. Formájába, és az világ, amit én érzékelek, ebből fog állni. Na most, ha én tudatomat tágítom, egyre finomabb rezgéseket tudatosítok, akkor elkezdenek kinyílni azok a létsíkok, amik eddig hozzáférhetetlenek voltak, és ebben semmi, ez olyan abszolút igaz, mint hogy most mi hisszük, hogy hogy vannak a galaxisok, meg a minden, tehát ez teljesen ugyanannyira igaz, csak el kell ahhoz a tudathoz jutni, ahol a tudat számára ez már valóság. És ez mindenki számára kinyitható, hogy ki tudom-e, meg mennyit gyakorolok, az persze egyénenként nagyon változik. De ezeknek a létcsikoknak igazából nincs túl nagy jelentőségük az emberi fejlődés szempontjából, mert nekünk ezen a létcsikon, ahol élünk az ember létcsikon, itt kell fejlődnünk. Nem a nem tudom milyen létcsikon kell nekünk fejlődni, lehet, hogy majd a jóvátételi cselekvések következtében fölkerülünk egy arkangyali szintre, vagy fölkerülünk egy istenség szintre, és mindaddig ott élünk, amíg a pozitív karmáink nem fogynak le, és akkor vissza kell jönnünk emberlétbe, hogy újra pozitív karmákat hozzunk létre. Hát mit gondolsz, miért születik le a Visnu emberlétbe, hogy fejlődni tudjon, és az volt, aki az Arjunának tanácsot adott. Az neki egy leszületési lehetősége, hogy emberlétbe ő pozitív karmákat termelje magának. Abszolút érthető. Így azért nem szokták magyarázni a Bhagavad Gitát, de ez erről szól, hogy szüksége van a Visnunak, ugye a fenntartó Istennek arra, hogy néha emberlétbe leszülessen, és ez avatár formájában zajlik, aki megél az emberek között, tanít, ugye gyakorlatilag a Bhagavad Gita, amit lejegyez erről, az komplett tartalmazza az emberi programot, tehát mindenre ott van a válasz, átadja ezt a tudást, de ez az adás növeli az ő pozitív oldalát, hogy fönnmaradhasson, most nagyon logikusan mondom, Visnuként, a fenntartó istenségként, de ugyanúgy Shiva is leszületik. És a Brahma azért nem születik le, mert az a Brahmannak az első lépcsőfoka, vagyis a teremtésbe lépés, ami örök. Tehát ő neki nem kell fejlődni. A Brahmának ezért van például a hinduknál egy templom összesen. De Visnu rengeteg van, és Shiva templom is rengeteg van. Nekik szükségük van, hogy beleszülessenek az ember létbe, mert itt tudnak csak fejlődni. Az angyalok se tudnak angyal létbe. Óriási jelentősége van. Óriási jelentősége. Az angyalok se tudnak fejlődni az angyal létbe, hanem a angyalokká válás pozitív karmáit valósítják meg abba, de ha elfogynak ezek a pozitív karmák, csak ugye itt az idő az egész más, mint az ember létben az idő, akkor vissza kell nekik jönni. És azért kapcsolódnak, ez most logika lesz, azért kapcsolódnak nagyon az ember léthez, mert itt tudnak fejlődni. Tehát nekik nagyon fontos, hogy itt mi is zajlik. És azok adások. Tehát amikor te kapsz egy segítséget, az egy adás, ami neki a létformájának a megjelenése. De soha nem fogja a problémádat megoldani helyetted. Soha. Azt nem csinálja egy angyal, hogy majd helyetted jenőként megold valamit. Ilyet nem csinál. Azt csinálja meg, hogy átad neked valamit, amit te vagy használsz, vagy nem, ez a szabad akaratod. Tehát ez egy nagyon fontos összefüggés, csak ugye rettenetesen eltorzítva, meg átalakítva írják le, mert az, aki írja, az úgy gondolja, hogy úgy van, és akkor ez, mint igazság van elfogadva, az emberek minél közelebb hozzájuk, annál inkább elfogadják, és ezért nagyon messze vannak az igazságtól, mert számukra elfogadható igazság az igazság, ezért vannak ezek így torzítva. De igazából a dharmikus összefüggések végtelenül egyszerűek. Most, hogyha valaki meghal, ugye ja. Például, hát most már próbálnak ilyen filmeket is csinálni, volt például egy pár évvel, vagy már most már egy évtizede is a Csodás álmok jönnek című film, ahol először a Robin Williams azt játssza el, hogy hát még nagyon erősen kötődik ahhoz a környezethez. Tehát úgy tűnik a filmből, mintha az a fajta tudat, amiben, tehát mondjuk a Daubner Béla, vagy a Kalló Jenő, vagy a mit tudom én, Kovács József tudata, az továbbra is
mint egyfajta tudatrezgés, bár már nincs fizikai test hozzá, ő magához képzeli azt a testet, tehát nem tud tőle még elszakadni. Ezt egyébként a nyugati misztika, vagy a nyugati bölcselet, vagy mondjuk Rudolf Steiner, ezt úgy hívja, hogy az asztrális világ. Nem tudom, hogy erre az indiai, az hogyan. Ők ismerik ezt, hát ezeket a lécsikokat nagyon jól ismerik, de az egy nagyon komolyan van, hogy a fejlődés nem itt történik. Tehát vannak asztrális lények, van megszállás, az a fogalom is ismert, mikor mágikusan létrehoznak valamit, ami belép valakibe, és akkor ott azt befolyásolja. Tehát ezek nem... De a védikus bölcseleti rendszerben ezeknek a jelentősége nagyon kevés, de ismert. Egy picit a tibeti oldal, ugye az sokkal sámánisztikusabb, erősebben, ott ezeknek nagyobb a jelentősége, tehát a mágia sokkal erősebb volt. A hinduknál ismert a mágia, de nem használják a tényvilágban, változást nem szeretnek létrehozni, mert tudják, hogy az karmikusan visszaüt, és nem pozitív. A tibetiben sokkal inkább létrehoznak a tényvilágba változásokat, és most van egy probléma. A mostani nagyon fejletlen szinten nem lehet azt mondani, hogy a mágiát csak úgy használjad, hogy a saját fejlődésedre és a tényvilágban ne hozzá létre változást. Mert az emberek nem tudják arra használni, hogy saját magukat fejlesszék. Csak akkor, ha az, aki segítő őket, konkrét tanácsot ad. Viszont ezek a konkrét tanácsok soha nem lehetnek egoisztikusak. Annál, aki adja, attól lesz, akkor üt vissza. Tehát ma ebben a fejlettségi szinten nem lehet azt mondani, hogy csak a spirituális mágiát csináljuk, tehát azt a mágiát, ahol a mágus mindenféle rituálét a saját fejlődésre használ csak, és a tényvilágban nem csinál változást. Ma muszáj a tényvilágban változást csinálni, ahhoz, ha segíteni akarunk valakinek, hogy fejlődjön, és rengeteg emberen kellene segíteni, de csak úgy, hogy ez a fejlődést szolgálja, és ne okozzon egoisztikus célt, vagy egoisztikus szándék, ne legyen abba, aki segít, tehát a mágusba. Most, hogy ezt a mágus pszichoterapeutának hívjuk, vagy gyógyítónak, az már részletkérdés. Tehát amikor én csinálok egy pszichoterápiát, és akkor ezt teljesen konkrétra viszem, és valakinek egy módosult tudatállapotba, mondjuk ő neki megy egy szimbolikus képáramlás, ami elsődleges szint, ami egy nagyon mély tudatban van, a személyes tudattalanjában van, nyugati felfogás szerint, és én követem az ő képét, együtt vagyok vele a képbe, segítem az áramlást, az teljesen rendben van, mert ez ő benne zajlik. Amikor én hangsúlyt adok valaminek, tehát visszaismétlek valamit, amit ő mond, abban nincs egoizmus. Az helyén való. De ha én belépek a képbe, és megmondom neki, hogy mit csináljon, akkor a tényvilágban változást hozok létre, vagyis ő benne ebben az esetben, de ez soha ne legyen egoisztikus. Tehát ne az én dicsőségemet, az én vagyonomat, stb. Segítse, hanem az ő érdekét szolgálja, vagyis az ő önismereti fejlődését szolgálja. Így be kell lépni, mert sajnos nem tudják az emberek fogadni. Tehát ezt megélheted, amikor csinálsz terápiát, hogy állandóan azon nyaggatnak, hogy ez mit jelent. Meg akarja érteni, és ez egy pozitív szándék. De sosem mondom meg. Miért fontos ez? Vezetem. Ő mondja ki. És néha muszáj irányt adni. Azt mondom, hogy most amikor ezen gondolkozik ennyit, és nem tud eljutni, akkor fölállítok egy hipotézist. Ha úgy gondolná, mit szól ehhez? És az egy hipotézis. És soha nem értelmezek. Az értelmezés karmikus következményekkel jár. A hipotézis nem, mert azt ő eldöntheti, hogy igen, nem, mennyire, hogy, mint. Nagyon fontos különbség. Ugye a kognitív terápia hipotézisekre épít, a dinamikus
pszichoanalitikus terápia értelmezésekre építés. Ma a modern pszichoanalizis már egyre kevésbé vagy egyáltalán nem használ értelmezést, pont ezért. Mert a hatékonyságból visszakövetkeztettek, hogy ez nem elég hatékony. Jung ugye tudjuk, hogy az álmokat analizálta elsődlegesen, és sose értelmezte, hanem a beteget asszociáltatta. Hát ez az egyik nagy előnye Jungnak, de van egy másik nagy előnye, hogy ugye ő a saját álmait, amit ő pszichotikus is lett, meg próbálta értelmezni, olyan tudatállapotba csúszott bele, amikor pszichotikus lett. És ezzel itt fedezte föl a kollektív tudattalant. Azt mondta, hogy bizonyos álmok nem értelmezhetők a saját tapasztalatainkból, hanem egy más tapasztalat lép be, és amikor ezt megértette, akkor tudta ezt visszarendezni, és így jött rá az archetipusokra. Tehát ezek létező dolgok, csak a megértésükhez kell segíteni. Tehát ha te egy nagy álmot, valaki hoz egy nagy álmot, és mondjuk ott azt álmodja meg, hogy ő meghal. És akkor ő a meghalásra, most ugye ez a témánk, úgy reagál, hogy megszűnök. Akkor én terapeutaként azt mondom neki, hogy van ez a hat változás, és ahhoz, hogy valami új létrejöjjön, meg is kell valaminek szűnni. Most, ha maga úgy nézi ezt az álmot, hogy az a halál egy változás szimbolizál, mire gondol? Ez egy hipotézis. És akkor belép abba a körbe, hogy nem a megszokott értelemben értelmezi a halált, hanem egy tágított értelemben elkezd azon gondolkozni, hogy min is kell neki változtatni, hogy lehessen egy újjászületés, vagyis egy változás benne. Na itt van nagyon, ez egy nagyon fontos dolog. Hát ez egyben analóg az Ericksoni átkeretezéshez is, hiszen egy más keretváltás történik, és akkor hirtelenjében értelmet nyer valami, ami addig esetleg nem is látszódott. Csak arra kell vigyázni, hogy most ha Ericksonnál maradunk, hogy ő soha nem az ő egoisztikus értelmezését használta, hanem mindig egy megértési folyamatot segített. Tehát ő igazából hipotézist mondott. Ha nagyon belenézel a abszolút, technikádba, és az segítette, hogy te a saját gondolkozásodon belül változzál. Ezt a változást segítette, és ez akkor belső változás lesz. Én ezt valahogy úgy fogalmaztam magamban, hogy felvillant egy lehetőséget, amire a másik vagy reagál, vagy nem. Igen, hát ha nem képes, akkor még dolgozni kell vele, akkor vissza kell menni. Ja, így van. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen.